Sziasztok! Ma folytatom a Total War Rome Remaster Dark Mode végigjátszásomat a trákokkal. És mit maradt abba ugye, hogy el akarom foglalni Lemonumot, plusz ugye Kartágótól elfoglaltam Hadrumentumot, és következő körben elérem Kürénét. Oké, amúgy Tarakkóban megy az építkezés, nagyon jó. Kéne nekem ugye Lemonum. Tökéletes. És ugye így több XP-t szereznek az egységek, ami nagyon jó. Plusz ugye kéne építeni mondjuk Bacchus vagy templomban, ami igazából ugyanolyan, mint Dionysus, na mindegy. Ugye 40% közrendet ad 4-es szinten. Oké, amúgy Helgóból át kéne menni ugye ide. És itt van, várjunk, van 1, 2, 3, 4 terület, amit el kell foglalni. Na jó, legyen egy olyan, hogy körváltás. Ó, várjunk, elérem Arraxot. Oh, király! ...1176 veszteség. Ajajaj, ám bár a lényeg, hogy győztünk. A lényeg, hogy győztünk. Várjunk, valójában meg kéne cseréljem a lovas előcsatározókat görög lovasra, csak elő meg kell építeni a lovas istálót hozzá. Oké, még ugye van némi pénz, szóval tudnék építkezni. Nagyjából ennyi. És legyen egy körváltás. Ó, az igen. Rendben, van ugye némi elefánt. Plusz ugye erősítésként Spartacus, a mészáros. Valójában a hódító, mikor ugye a hódító neve volt, az jobban tetszett. Ám bár annyi az egész, hogy sok város, meg sok ellenséget lemészárolt, szóval... Ja, megkapta ugye a mészáros nevet. Reinforcements have arrived. This is hopeful news indeed. Az erősítés az ellenség hátába jön. Lovasaim megtörtek.
Ajaj, jönnek az elefántok. The enemy are at the walls with their siege towers. Now we must look to our courage and skill. Tökéletes, az elefánt megtört. Oké, ugye az AI kezében az ibérgyalogos az valójában nem is rossz. Van, az szép! Meg is törtek, lol! Azok a punok nem voltak valami bátrak. Megtört! Ó, te jó ég, megtört! Oké, igazából ennyi volt. Ó! Ó, te jó ég! Oké, ott... Oké, itt az elefántok egy kicsit visszavágtak. Ajaj, megtörték a teljes sereget. Oké, megvadultak az elefántok, nagyon jó. Oké, igazából ennyi volt. The enemy army is in flight. Pursue them. Drive them from the battlefield. Tökéletes. És ha minden igaz, akkor nincs a közelben még egy kartágói sereg, így ugye lesz időm átképezni az egységeket. Plusz meglepő módon... Pontos ugye még mindig... A vazallusom. Valamiért ugye úgy döntöttek, hogy még nem szegik meg az egyezmény. Tetszik nekik, hogy a vazallusaim lehetnek. Ezekkel a zsordosokkal körbe, és ugye Tarakó területén kéne leszerelni őket, hogy legyen némi lakosság. Várjunk, ide kéne igazából egy istállót építeni. Ah, itt lett egy tábornok, general. Ja igen, őt kaptam meg ugye a házasság miatt. Yes, Stratigos. Onward! My lord! Onward! Onward! Sir! Oké, ezzel a sereggel szintén erre.
Ezzel a sereggel erre. És el kell foglalni... Armavirt. Oké, ugye Kartágóban igazából le kéne rombolni... Valójában jó lenne lerombolni a Foundry-t, talán. Meg igazából ugyanúgy a barakkot is, csak előbb még leképzek néhány Folksman-t. Nincs pénz. Képzésre. Yes, my lord. Sir. Oké, amúgy az itt lévő egységekkel irány erre. Mivel ugye új sereget kell indítani. Új sereget indítok az örmények ellen. Az örmények ellen kell még legalább kettő sereg. És várjunk, el tudom még foglalni Kürénét. Ami lázad? Boom! Már nem lázad. Horus templom, az valójában jó. Oké, csak lett ugye pénz fejlesztésre, nagyon jó. Igazából Szürakúzában is kell képezni az egységeket. Oké, azt mondja, hogy még egy körváltás, és ha minden igaz, Egyiptom megindítja a támadást. Ja, gondoltam. Szinte gondoltam. Ám bár, nem tudom, valahogy úgy vagyok vele, hogy... ugye az AI volt idő, mikor ugye... egy-két sereget küldött csak, utána küldött több sereget, utána pedig megint csak egyesével küldi most már a seregeit. És olyan nagyon furcsa. Elég butus az AI, sajnos. Artemis!
The ladders have reached the walls, but the enemy have to still get inside the settlement. Infantry! Look to the inner defenses! Infantry. The walls have fallen to the enemy, and the gods have abandoned us! Infantry! 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 Bowmen! Bowmen! Oké, az ugye ott meggyulladt, és az is szép. Plusz elveszítették még a kost is. Tökéletes. Infantry! Run! Go, go, go! Oké, okay, amúgy igazából nagyjából az íjászokkal legyőzzük őket. Infantry! Infantry! Guidepost units! Go, go, go! Go, go, go! Run! Hát elég gyorsan megtörnek, az egyszer biztos. Nélusi lándzsás, meg ugye núbiai lovas. Igazából arra gondoltam, hogy visszafoglalom a kapuházat, de akkor nem tudnának megtörni, mert ugye utána már nincs hol elmeneküljenek. És ugye csak az lenne, hogy mind halálig harcolnak. Oké, okay, amúgy igazából ennyi volt. Még van valami 400 ellenség. 450, 430. Szép! Tökéletes. Hát igen, ugye... Ha ugye egy kicsivel jobb lenne az AI, és tényleg, hogy úgymond... A kampánytérképen ugye jobban irányítaná az egységeit, akkor az összes sereggel támadna, de így ugye csak egyesével. Ilyenkor igazából arra gondolok, hogy azért támad csak egyesével, mert az AI ugye előre úgymond látja, hogy milyen esélye van győzni, és ugye neki automatikázáson a játék ugye azt mondja, hogy 100%, hogy győzöl. Gond az, hogyha lejátszod, akkor ugye 100%, hogy veszít. Szóval, ja. Kicsit rossz ez így, de hát sajnos ez ilyen. Sok menedzsmentje van, de kevés befolyás. Igazából nulla, mert ugye kettőt veszít rétek miatt, kettőt kap követők miatt. Ja, így ugye sokkal jobb lett a közrend. Oké, okay, kell ugye Condater Redonum. Oké, okay, itt ugye nem lehet átképezni a Bastarné, de nem baj. Majd ugye átképzem őket Londiniumban. Oké, okay, amúgy meg lett egész Gallia, ami nagyon király.
Ó, ott van egy kisebb sereg, az gáz. Oké, amúgy elkészült a flotta. Tökéletes. A Kartágónak csúnyán vége lesz. Oké, de meg kéne építeni a saját templomot. Ja, például ugye már nem is veszítettem közrendet, mert leromboltam a Baal templomot. Mivel... növekedett a saját kultúrám, így igazából úgymond a nép már nem haragudott azért, mert leromboltam a Baal templomot. Orders! Move out! Oké, itt ugye rá kéne építeni az épületekre. Kezdjük a... Zíjász lőtérrel. Oké, Helgóban át van képezve a sereg, szóval irány erre. Ezzel a sereggel szintén, ám bár... valójában küldjek két sereget, ugye gyorsabban megszerzem úgymond az északi területeket. Oh, hello! Elfogadják a támadást. Ám bár simán legyőzzük őket. Take up the spear and shield. Put on your helmet. Put aside the feet. Infantry! Unit, cavalry. Cavalry. Oké, itt ugye szintén le kéne cserélni a milícia hoplitákat. Milícia lovasokat, görög lovasra, plusz basztárné. Meg ugye van egy íjász egysége most. Az igazából... sokat nem számít. Itt van ugye Bizas the Conqueror. Oké, ám bár ez nagyjából ennyi volt. Tökéletes. Mindössze... igazából a Pratorianus kohorsz volt ugye, ami még úgymond veszélyes volt. De tábornok nélkül...
elég gyorsan megtörik a Praetorianus Horse is. Oké, hol lehet építkezni, plusz ugye hol nagyon rossz a közrend? Ataviumban egy kicsit rossz. Itt ugye rá kéne építeni... képzek egy parasztességet, plusz építek egy kikötőt, aztán... meglátjuk. Trapezosban... hát igazából Trapezos jól lenne továbbfejleszteni már. Medalánium, le kell rombolni ezt is, le kell rombolni ezt is, és ezt is. Halikarnassusban rá kéne építeni az Íjász lőtérre. Igazából Olbiát ugye jó lenne tovább fejleszteni. Oké, okay, Kotaisból irány ide. A gond az, hogy itt ugye nagyon rossz a közrend. Várjuk, ennek a karakternek van valami... hát igazából nagyon rossz trétjei vannak. Plusz egy unrest, wow. Hát már még így is, hogyha bent van a városban, jobb a közrend, szóval... igazából akkor csak jobb, hogyha bent hagyom. Van egy egyiptomi flotta, azt el kell sűjeszteni, hogyha ugye útba esik. De igazából én a kartágói flottákat akarom elsűjeszteni. Tökéletes, egyből megindítják a támadást. Hát megint van egy csomó sikító nő. Kár értük, de hát nekik annyi lesz. Annyi az egész, ugye, hogy ha minden igaz, akkor megint... ugye, mivel egyből megindítják a támadást, az azt jelenti, hogy be van törve a fal. És... megint ugye... körbe kell szaladjanak. Ja. Ebből lesz ugye megint egy hatalmas mészárlás. Várjunk. Erre jönnek. Na, igazából mindegy. Plusz valójában arra gondoltam, hogy az ellenséges tábornokot, vagy igazából csak kapitány, Elric méghozzá, igazából el is tudnám intézni a lovas testőrséggel, és utána még gyorsabban megtörnének. The enemy general is slain, and now his men fear us. It is time to press the attack. Hát igen. Oké, okay, azt inkább hanyagoljuk. Ó, ezt még sosem használtam. De elég érdekes. Na ja, például ugye Media Wall 2 az szintén jó lenne egy újfajta kamerával.
Meg ugye egy rendes felújított verzió. Az nagyon jó lenne. Oké, ugye megint az van, hogy ja, teljesen ki vannak fáradva. Igazából ugye egy sereggel jól lenne rámenni a germánokra. És legyőzni őket, mivel sok területük már nem lehet. Plusz, ha minden igaz... Szerintem a rómaiak ugye elfoglalták az északi területeket. Ajzé, ugye Skandináviát, ha minden igaz, ott is legyőzték a germánokat. Ám bár ez nem 100%, de gondolom én, mert ugye nem kell hajóval átmenni, hanem ugye át lehet sétálni, mert ugye úgy van megcsinálva a mod. Hogy ugye így könnyebb az AI-nak a terjeszkedés. Szóval szerintem elfoglalták a skandináv területeket is a rómaiak. Mondjuk lehet, hogy amelyik ugye nagyon-nagyon éjszakon van, azokat nem. Oké, lassan megérkeznek, és az egység meg is tört. Hát igen. A sikoltozó nőkért nagyon kár. Oké, itt ugye meg is törtek. Look to the inner defenses. The walls have fallen to the enemy and the gods have abandoned us. Oké, még van valami 3 vagy 4 egység, ami nem tört meg. Be praised! The
The enemy's hearts are full of fear, and now they flee. Tökéletes. Kemény 55 veszteség. Oké, okay, amúgy a germánoknak sok serege már nem lehet igazából. Mivel sok területük sincs már. Plusz meg lehet, hogy amilyen területeik vannak, ott ugye igazából nem is nagyon van populáció. Let us now talk reasonably. Sajnos nem lehet ugye azt, hogy vazalusok. Ó, várjunk. Do not take us for fools. Oké, okay. Pedig milyen király lenne, hogyha a rómaiak ugye a vazalusaim lennének. Sir! Yes, stratego! Yes, strategos! Oké, okay, két kör és át tudom képezni a lovasokat. Oké, okay, még mindig volt, vagyis harmozikában volt ugye lázadás, kürénében volt lázadás. És Kotaisban. Várjunk, igazából képezek íjászt és nem előcsatározót. Oké. Okay. El kéne foglalni Armavirt. Én arra nem szívesen nyomnék rá. inkább jöjjön még egy sereg, az a biztos. Rendben, innen irány ide. Oké, okay, ezzel a sereggel erre. Ám bár lehet át kéne őket gyorsan képezni Aléziában inkább. Oké, okay, a közrend az nem a legjobb. Várjuk, ez a sereg irány ide, az a biztos. Igen, ugye ez itt el van foglalva. Oké, okay, amúgy Borders Home-ból. Igazából át kéne menni Helgóba. Hogy ugye átképezzem az egységeket, és innen, ezzel a sereggel irány erre. Ez itt ugye már germán terület. Oké, okay, ez a sereg szintén az örmények ellen. Csak hogy érezzék a törődést az örmények.
Oké, okay, plusz ugye Szürakúzában képzem a második sereget. Ujj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 
Oké, bár itt például ezt lerombolom. Azt még nem. Lerombolom ezt is, ugye... Újjáépítem majd. Várjunk, Avrutikum. Szintén ugye ezeket az épületeket le. Jó, mert ugye lerombolom ezeket az épületeket, amik viszik a közrendet, és ugye 1 vagy 2% közrendet ad a lerombolás. Igazából Rómában kéne lerombolni a barakkot és átépíteni. Igen, ugye 2%-ot adott a játék miatta. 2% extra közrend. Rendben, hol a flotta? Itt a flotta. El kell pusztítani az egyiptomi flottát. És irány Szirakúza. Itt ugye van egy csomó kartágói flotta. Azokat ugye nagyon el kell süllyeszteni. Oké, okay, amúgy jöhet még egy körváltás. Harmózika lehet, hogy fellázad. Bár lehet, hogy nem. Én ugye Tanaisban még néhány egység, és Tanaisból tudnék indítani egy támadást Campus Alani ellen. Oké, okay, város ugye nem lázadt fel teljesen. 54 évesen? Oké. Okay. Itt volt ám egy kis pusztítás. Földrengés volt. Oké, okay, Harmozikában megint lázadás. Oké, okay, ám bár Hadrumentumban már nem lesz. Bordersholm. Ott nem lesz. Batavodrumban szintén nem lesz. Oké, ezt igazából le kéne rombolni, és kell a Dionysus. Oh,
My lord! Prepare for battle! Besieging! Oké, ezzel a sereggel irány erre. Valójában ugye Foxmelket kéne képezni, mert bármikor megtámadhatják ugye a várost. Oké, még maradok vagy két kört Takapéban, utána pedig irány Leptis Magna, és utána pedig vissza, és például el kell foglalni Tevesztét. Oké, okay, itt igazából nincs lázadás. Yes, Stratigos. Hardman, orders. Forward. Build tower. Move out. Oké, okay, ugye kéne építkezni, és lássuk, hogy mi a helyzet. Igazából valójában zárnám a videót. Mivel kicsit kezd nagyon hosszú lenni. Várjunk itt. Trier. Le kell rombolni az barakkot. A többi az maradhat. Igazából kéne építeni egy Pantheont. Jó, mert ugye a Dionysus Pantheon ad még 10% boldogságot, 1% lakosság növekedés, ami igazából nem kell, de rendben. Plusz ugye 10% közrend, szóval egyébként csökkenti a izét is, a korrupciót. Rendben, és legyen nagyjából ennyi ugye a videó, és ugye a következő részt igazából azzal kezdem, hogy elfoglalom Armavirt. Két sereggel ugye 100%, hogy beadja. Ha ugye lejátszanám a csatát, egy sereggel is meg lenne, de ugyanúgy nagy veszteséggel. Na jó, köszönöm megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!